Ducatik érkeznek a színpadra az Audi éves sajtótájékoztatójának előestéjén. A koncern nemrég ezzel a prémium márkával bővítette termékpalettáját, amelynek több tagja is bemutatta újdonságait. Ott volt például a különleges formatervezésű Lamborghini Urus, és eljött a dizájnért felelős Ital Design Giugiaro is, igaz, ők egy régebbi modellt hoztak magukkal. A vendégek láthatták, hogyan működik az Audi automata parkolási rendszere. Ezt az autót az Audi igazgató tanácsának elnöke, Rupert Stadler okostelefonjával irányította a helyére. Az Audi Hungária 2012-es mérföldköveit és számait szintén Németországban ismertette. Thomas Faustmann, az Audi Hungária ügyvezető igazgatója Ingolstadtban elmondta, tavaly nagyon sok új motorprojektet indítottak útjára. Egy új négyhengeres motorgenerációt építettünk fel, készítettünk egy új 6-hengeres dízelmotort, amely olyan teljesítményre képes, amelyre korábban csak a 8-hengeres volt alkalmas. Megkezdődött az új technológiával készülő 8-hengeres V8-as motor sorozatgyártása is. Már ez a három dolog rendkívül fontos mérföldkő volt, de természetesen nagyon lényegesnek tartom, hogy elkészült a járműgyár, ahol megkezdődhetett az új jármű kísérleti gyártása is. Axel Schieferer, pénzügyekért felelős ügyvezető igazgató azt mondja, az Audi Hungária árbevétele 2012-ben csaknem 5,3 milliárd eurót tett ki. A csökkenő európai eladások miatt az Audi Hungária mintegy 15%-kal kevesebb autót értékesített. Győrben azonban még így is 33.553 autó készült. Beruházásra több mint 1 milliárd eurót fordított a cég, és újra rekordot döntött a motorgyártás. Ez valóban így van, és nagyon büszkék vagyunk rá. Itt 1,6%-os volt a növekedés, ami több mint 1,9 millió motort jelent. Reméljük, hogy ez a jövőben is így folytatódik majd. 2012-ben több mint 1300-zal nőtt az Audi Hungária munkatársainak száma, amely nemrég elérte a 9000 főt. Knáb Erzsébet, személyügyekért felelős ügyvezető igazgató azt mondja, a munkatársak 48%-a érettségizett, 26-26%-ok pedig szakmunkás, illetve felsőfokú végzettségű. Jól képzett szakemberekre pedig továbbra is nagy szükség van. Nagyon fontos számunkra, hogy jól képzett mérnököket kapjunk, ezért az egyetemmel, a Széchenyi István Egyetemmel való együttműködésünket még intenzívebbé szeretnénk tenni. A már meglévő három egyetemi tanszék mellett ősszel indítjuk a járműgyártási tanszékünket is. Nem csak az Audi Hungária, hanem az egész Audi koncern számára sikeres volt a 2012-es esztendő. Itt a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy 2012-ben sikerült túlszárnyalniuk az üzleti évre tervezett eredményeket. Mindezt tették úgy, hogy csökkenés mutatkozott az európai piacon, illetve néhány országban még megmutatkoztak a válságjelei is. Tavaly több mint 1 millió 450 ezer Audit adtunk át ügyfeleinknek, csaknem 152 ezerrel többet, mint 2011-ben. Ma már kétszer annyi autót értékesítünk, mint 10 évvel ezelőtt. Még a piac gyengélkedése sem állhatott a növekedés útjába, legfőképp Európában nem, a számunkra legfontosabb piacon. Mondja az Audi AG igazgató tanácsának elnöke, aki több mint 360 nemzetközi újságíró előtt számolt be a koncern eredményeiről. Rupert Stadler beszédéből kiderült, 2012-ben 48 milliárd 800 millió eurós árbevételt értek el. Alle 22 Sekunden kauft heute ein Kunde einen Audi. Minden 22. másodpercben gazdára talál egy új Audi. A termelésnek ezzel lépést kell tartania. Mindahogy azt önök is tudják, jelenleg a győri gyárat bővítjük, a dél-kínai Fozsánban pedig új üzemet építünk. Ez a két telephely képes lesz arra, hogy kapacitásuk elérje a több mint 300 ezer autót. A sajtótájékoztatón elhangzott, az Audi világszerte folytatja beruházási programját. 2015-ig mintegy 11 milliárd eurót fordít új technológiákra, innovációra és a gyártási rendszerek kiépítésére.